produkcióban nagyon sok zenei elemet változtattunk, nagyon sok fúvost raktunk bele, és eleve fölhangosítottam a fúvosokat, hogy még jobban hallatszódjanak, mert voltak ilyen agályok, hogy nem hallatszódik eléggé, meg hát a Fortissimo fújt föl több betétet, ugye, de erről a valiék tudnának beszélni, úgyhogy hát adom a szót. Hát igen, az elődöntő után nagyon lelkesek voltunk, úgyhogy rögtön hozzá is láttunk egy kicsit megváltoztatni a részfúr szólamokat. Igazából azért ezekhez a szólamokhoz nyúltunk, mert alapvetően a dal szerintünk zseniális, tehát a lüktetése, az egész szerkezet a dallam, azon nem akartunk belenyúlni, de kapott olyan kritikát a zsűritől az előadás, hogy valami történjen. Így beleírtunk egy-két új szólamot, reméljük, hogy így már tetszeni fog, és észre is veszik a változást, de azért az lényeg megmaradt. Tettünk bele még egy kicsi gitárt, még több hegedűt, megtoltam a lábdobot, került bele ilyen Moog hangszínek, tehát hogy kicsit földíszítettük a fát, kicsit jobban, ezt a zeneértőbbek talán jobban hallják, de alapjaiban, ahogy mondta Val is, nagyon jó lett így, és szeretjük így, de hogyha tovább jutunk a döntőbe, akkor ott egy ilyen funkisabb, gyorsabb változatot fogunk előadni, amitől szerintem mindenki el fog állni, mert teljesen más, mint ez az egy. A feleségem koreografált bele különböző elemeket még a Valéknak, és illetve a Fortissimo, bocsánat, és hát azért, mert hát ugye együtt baromi jól mozognak, és hát én a hangszerekkel legalábbis próbálunk mozogni. Így van, és több vokál is lesz a dalban. Igen, mint és a ruhák is mások lesznek. És így van, tehát tulajdonképpen legalább 5-6-7 féle elemet változtattunk, amit remélem, hogy a közönség is díjazni fog.